Sziasztok, hölgyek, urak! Ez a Hiperkockának a harmadik adása. A stúdióban Csányi Lilla, Sziasztok! Szebe Gábor, hello! És Murányi Pál. Beszélgessünk az indie játékokról. Beszéljünk először arról, hogy mit is nevezünk indie játéknak. Gábor, te egy indie játék fejlesztő stúdiónak vagy az egyik vezetője. Beszélj arról, mi az az indie játék. Hát erre igen nehéz választ adni, különösen olyat, ami manapság is megállja a helyét. Mondjuk azért egy 5 évvel ezelőtt elég világos volt, hogy mik azok az indie projektek, amiket tényleg egy vagy két valaki otthon magányos szombat és vasárnap délutánonként összeklimpírozott a billentyűzeten. Manapság már egy kicsit elharapózott az indie jelenség, főleg amióta ugye egy-kettőnek elég nagy pénzügyi sikere is lett, és most már azért elég divatos ezt a kedves kis indie játékot egy 20 emberből álló fejlesztő csapat dobta össze 2 év munkájával. Hát igen, ez előfordul. Ugye itt arról van szó, hogy indinek, függetlennek nevezzük azokat a kis játékfejlesztő stúdiókat, vagy magánembereket, akik a nagy megavállalatoktól, mint a Blizzard, a EA, Ubisoft, stb. Ezektől függetlenül, tehát nem egy több száz vagy több ezer fős cég keretein belül fejlesztenek játékot, hanem tényleg otthon a garázsban, vagy néhány barátjukkal együtt a szabad idejükben. Ez volt az eredeti indie koncepció. Aztán talán a Steamnek a megjelenése volt az, ami ezen egy kicsit változtatott. Onnantól kezdve, hogy egy-két indie cím befutott így talán a 2000-es évek második felében, vagy inkább a 10-es évek elején. Szerintem a Minecraft volt az, ami nagyon nagyot robbant 2009-ben talán. Igen, a Minecraft biztos. A Minecraft és a másik hasonló, ami kicsit ironikus módon az egyik idézőjeles indie játék, de ami nagyon sikeres lett, az ugye a Braid. Meg a World of Goo, nem? A World of Goo az talán később jött, de igen, az is. És ezek az első indie sikerek voltak azok, amik utána a közepes játékfejlesztő cégeket is arra abba az irányba terelték, hogy az indie címkével felcímkézzék a saját játékukat. Így mostanában valóban elég nehéz megmondani egy játékról, ami elvileg indie játék, hogy mit lehet várni tőle. Hát illetve az is hozzájön, hogy nem is csak az történt, hogy egyre többen kezdtek indie játékot fejleszteni, vagy indie játékfejlesztőnek nevezni magukat, hanem valóban a digitális platformok elterjedésével sokkal szélesebb lett a paletta. Régebben egyszerűen nem érte meg pénzügyileg nagy részt olyan játékot fejleszteni, amit nem egy nagy stúdió fejleszt, mert nem volt pénz különben a marketingre, nem tudták eljutatni a különböző boltokba. Egy kisebb játék esetében még az is megeshetett, hogy egyszerűen még csak nem érte meg CD-re kiírni. Mert a CD-re kiírás, meg a doboz, meg a boxart, meg minden egyébnek olyan költségei lettek volna, hogy nem érte volna meg terjeszteni a játékot. Így meg, hogy digitálisan lehet, így meg mindent lehet gyakorlatilag. Jó, mik vajon a jellemzői az indie játéknak, a klasszikus értelembe vett indie játéknak, túl azon, hogy egy fő vagy egy kisebb csoport fejlesztette őket? Miket lehet erről elmondani? Nekem először, ami eszembe jut erről az, hogy újszerű ötleteket hoz elő. Ugye a játékipar nagyvállalati részére vonatkozóan ugyanaz a trend van, mint Hollywoodban is, hogy nem akarnak újdonságokat gyártani, a befektetőknek nem éri meg milliárdokat fektetni egy-egy olyan projektbe, aminek kétséges a sikere. Befektetési szempontból sokkal hatékonyabb úgy befektetni mondjuk 30 milliárd forintnyi összeget egy játék lefejlesztésében, hogy már egy sikeres szériának a következő epizódjáról van szó. És akkor elég jól előre lehet jelezni, hogy az milyen nyereséget fog produkálni, és befektetői szempontból sokkal hatékonyabb egyszer egy 30%-os nyereség egy projekten, mint 10 projektbe befektetni, amiből talán egy
az viszont nagyon sikeres lesz, és az meg visszahozza az árának a tízszeresét. Tehát ezt csinálják a nagyvállalatok. Az indie szektorban, főleg a hobbisták, akik hobbiból fejlesztenek játékokat, viszont olyan rétegeket tudnak megcélozni, olyan réteg játékokat tudnak csinálni, amiket a nagy stúdiók sosem vállalnának föl. Nekem ez az első, ami eszembe jut az indie játékokról, hogy egészen elborult fasságok is meg tudnak jelenni, mint indie játék. Még egy dolog eszembe jutott, a crowdfunding, ami összefügg az indie szektorral, hogy ha valakinek van egy igazán elborult ötlete, akkor valamilyen közösségi finanszírozási platformon tud erre fejlesztési támogatást szerezni magának, ez szintén nem volt régebben. De túl ezeken mit várunk még egy klasszikus indie játéktól? Hát ahogy te is mondtad, igen, az ötlet a lényeg, és ezért ugye megbocsátható az, hogy mondjuk grafikailag nem az Assassin's Creed látványvilágát hozza. Szerintem az előbb említett Minecraft pont ennek a tökéletes példája, hogy ugyan nem látod a gázcsere nyílásokat a füvön, ami gyakorlatilag egy zöld kocka, viszont abból a sok zöld kockából azt építesz, amit csak akarsz. Bevallom, még nem játszottam Minecraft-tel, csak ilyen videókat láttam róla nyilván, te. Én is, de annyira beteg koncepciók vannak, tehát a mit tudom én, malacokból liftet építő emberektől kezdve minden van. Ha felmerült a Minecraft, akkor én azért nem szeretnék elmenni a szerintem sokkal kreatívabb és még sokkal primitívebb megjelenésű, hát rokonai felett, mint a Terraria, Az vagy a kérdés Minecraft lényegében, ugye? Hát Vagy hát igen, hasonló. ugyanaz a stílusú játék, maradjunk ennyiben, de a Minecraftnál sokkal komplexebb sok tekintetben, éppen azért, mert a 2D-s környezet az még több játékos és alkotói szabadságot engedélyez, illetve hát a legújabbnak nevezni egy kis túlzás, mert az is már sok éves projekt, de a még ennél is komplikáltabb és nagyobb Starbound, ami szintén a Terrariának a koncepciója lényegében, tehát egy 2D-s kocka, illetve hát ott négyzet alapú elemekből álló világ, amiben a játékos abszolút szabadságot élvez és szinte bármit megtehet. Azt nem tudom, hallottátok, hogy a Minecraftnak az alkotója, amikor megvásárolták végül tőle az egész projektet valami horrorisztikus, gigantikus összegért, sok-sok milliárdért, akkor végül úgy döntött, hogy nem akar részt venni a projekt további alakulásában, mert ez neki így túl nagy, ő szeretne megmaradni a saját szintjén. Ez számomra egy érdekes információ volt, és ő visszatért végül is egyfajta indie játékfejlesztőnek. Én úgy tudom, hogy neki az már megvásárlás után volt, de szerintem előtte a Mojang stúdió az, ami talán az övé, de ebben nem vagyok teljesen biztos. És én egy másik játékukkal játszottam, ami egy egészen szórakoztató, gyűjtögetős kártyajáték, körökre osztott stratégia, hibrid volt a Scrolls, csak hát sajnos azt megette a Hearthstone reggelire, amikor megjelent. Hát az ilyen. A Blizzard játékai általában ezt művelik más kisebb játékokkal. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy az indie játékoktól új friss ötleteket, és nem csak a setting, hanem a játék dinamika terén is, játék mechanika terén is új ötleteket várunk el. Olyan ötleteket, amiket a nagy stúdiók nem mernek fölvállalni, akik a jól bevált nyomvonalakon haladnak évről évre előre. Igen, ennek tipikus példája az általam egyébként nagyon kedvelt Superhot, nem tudom, hallottatok-e már róla. Ez egy ugye sima FPS, de az a pikantériája, hogy csak akkor telik az idő a játékban, ha mozogsz. Én végigjátszottam, és valóban egy nagyon aprócska játék, és ez az egyetlen egy ötlet az, ami eladja, de ezt tökéletesen kihasználja. Ez egyébként is jellemző így az indie játékokra, hogy egy bizonyos jó ötlettel,
nagyon nagyot tudnak menni. Én viszonylag keveset játszom ilyen jellegű játékokkal, de ami nekem eszembe jut a témából, az a No Man's Sky, ami szintén egy hát kvázi új, nem annyira új, de mégiscsak új És koncepcióra azért épült nem annyira játék lett. indie véleményem szerint. Hát annyiban indie, hogy azért azt egy ilyen 6 fős csapat fejlesztette le, és igazából egy jóval szerényebb elképzelés volt eredetileg, csak valahogyan ezt a procedurálisan generált univerzumnak a koncepcióját valahogy annyira felkapta az internetnek a szele, hogy talán ők crowdfunding voltak, nem? És valami óriás összeget gyűjtöttek be, vagy valami hasonló történt, és... De még az is lehet, hogy egyáltalán nem crowdfunding voltak, hanem csak az előrendelésekből, de valóban egy irtózatos mennyiségű pénzösszegből. És hát ez egy komoly nyomást helyezett rájuk. Nem tudom, Lilla, te ismered a No Man's Sky-t? Persze, végigkövettem az internet lelkesedését, majd utána a nem annyira lelkesedését, miután megjelent a Nekem volt játék. lehetőségem kipróbálni, amikor megjelent, és hát nem csodálom, hogy az internet lelkesedése leapadt egy kicsit. Volt egy sajátságos hangulata, de hát egy másik alkalommal majd, ha esetleg hosszabban beszélünk a procedurálisan generált tartalomról a játékokban, akkor kitérhetünk rá, hogy miért szar a No Man's Sky, és miért szar egyébként a legtöbb procedurálisan generált tartalmú játék. Felhoznék én is egy játékot, ha már mindenki emlegeti a nagy kedvenceit. Egy olyat, amiről lehet, hogy nem hallottatok, vagy elég sokan nem hallottak, mert viszonylag híres. Én nagy kedvencem a Thomas Vazalone című kedves indie platformer, ami egy hát végletekig egyszerűsített kis platformer játék. A különböző platformokon ugrálva esetleg beleeshetünk a vízbe, ami némelyik karaktert megöli, némelyiket nem. Különböző kis karaktereink vannak, akik mindannyian téglalapok vagy négyzetek, és különböző méretűt tudnak ugrani, illetve ők maguk is különböző méretűek, és ezeket kell végigjuttatni a pályán. A különlegesség az a játéknak, hogy ezek mellé, a kis téglalapok mellé egy nagyon kedves, vidám, de ugyanakkor szívszorító történetet írtak. Mindegyiknek egyedi neve van, és van egy egészen komoly háttértörténet, ami azon alapul, hogy ezek a téglalapok, vagy hát amit jelképeznek, ők egy mesterséges intelligencia programok. Ugye a múltkori adásunkban elég hosszan beszéltünk a mesterséges intelligenciákról. Itt arról van szó, hogy ezek virtuális mesterséges intelligenciák, akik laborkörülmények között tesztelődnek éppen, és ők közben öntudatra ébrednek. Ó, emlékszem erre a játékra, ezt mutattad annó, mikor játszottál vele, jó pofának tűnt. Én hallottam már róla, de még nem ástam bele magamat annyira. Viszont nemrég megvettem egy, azt hiszem, indie játékot, ami azt hiszem, hogy nem csak mechanikájában, hanem mondani valójában is fontos. Már a neve is sokat sejtett, Orwell a neve. Oh. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Hát csak az eredeti Orwellről. Ez egy nagyon kedves játék, a Nation nevű helyen játszódik, és arról szól, hogy fölvesznek téged egy céghez, ahol az a feladatod, hogy hát a nem Facebook, de hasonló jellegű weboldalon neked nézegetned kell, hogy miket írnak ki a barátaid, és ha valami gyanús, akkor azt te föltöltheted ebbe az Orwell nevű programba, és akkor ez alapján állítanak össze profilokat, akik ugye gyanúsak és veszélyesek a Nation-re. Azt hiszem, ez egy tipikusan olyan sztori, amit valószínűleg nem merne felvállalni egy nagy cég sem. Hát igen, egy indie stúdió számára ezek mindig ilyen kiugrási lehetőségek, hogyha felvállalnak valami
ilyen politikai vagy ideológiai szempontból érdekes koncepciót. Azt hiszem, hogy ennek a... Mert közben, mikor mondtam, hogy tudom, hogy melyik az, rájöttem, mikor elkezdtél róla mesélni, hogy nem erre gondoltam. Volt egy nagyon hasonló koncepció, ahol szintén egy ilyen, vagy hát nem szintén, ott egy totalitárius diktatúrában, ami nincs megemlítve, van egy lakóház, ahol te vagy a helyi ilyen portás, házmester, felügyelő, nem tudom, és azt kell nézni, hogy ki mennyire gyanús. Illetve azt hiszem, hogy mind a kettő játéknak az eredeti ötletnek az elvívője az tavaly vagy tavaly előtt jött ki, a Papers, Hú, a nevét hallottam, de nem Please. tudom, mi Ez ez. pedig arról szól, hogy szintén egy fiktív országnak vagy te a határőre, és jönnek emberek, akik beszeretnének menni ebbe az országba, és neked kell lepecsételni a papírjaikat. De ahogy halad előre a játék, minden nap egyre több szempontot kell vizsgálnod, hogy bejöhetnek-e vagy nem, és mindig változnak. És hogyha hibázol, akkor pénzlevonást kapsz, és adott mennyi, ugye minél több embert átengedsz, annál több pénzt kapsz, vagy minél több embert kitiltasz. És hát igen, itt is a játékos és a morál van felvetve úgy, hogy közben nyilván ezek az emberek rimánkodnak neked, elmondják, hogy ők miért akarnak bejönni, és hogy végrehajtod-e a rendszer utasításait, vagy belebuksz, nem egy Fú, vidám ez biztos, hangulatban. hogy nem nekem való. Tehát én voltam az, aki, mikor először kipróbáltuk a Trónok Harca társas játékot, így 10 percig néztem a táblát, mikor az a szituáció állt elő, hogy vagy elárulom a szövetséges Starkokat, és vagy átgyalogolnak rajtunk a Lannisterek, és akkor mondtam, hogy na jó, srácok, én elmentem Fallout-ozni inkább. Nem biztos, hogy én ezt lelkileg bírnám, ezt a stresszt. Felvetnék még egy gondolatot azzal kapcsolatban, hogy mi miatt tud jó lenni egy indie játék, bár ez már azért tényleg nem az összesre igaz. Ugye itt is most a Thomas Vazelon, vagy éppen az többi itt említett játék kapcsán, még a Minecraftra is igaz valamennyire. Az indie játékok azért is nagyon jók tudnak lenni, mert egy komplett élményt nyújtanak, akár sokkal rövidebb idő alatt, mint egy nagy stúdiónak a játéka. Egy-két órás kis történet, amiben nem is férne bele több, nincs elnyújtva, mondjuk 15-20 órába kényszeredetten, hogy igen, még a 32 különböző pitlit is össze kell szedni a városból, hogy meglegyen a 100%, hanem valóban egy rövid, de kerek történet, ami egy konkrét jó élményt nyújt a végigvitel, és esetleg mondjuk utána egy új játék plusz keretében még további titkokat föl lehet fedezni benne. Hát különösen igaz ez az indie szférának arra a szegmensére, ami gyakorlatilag kizárólag ilyen kis független stúdiók által működtetett rész, ez a mobiljátékpiac, ahol ezek a mobileszközökre fejlesztett ilyen mini játékok mostanra már milliói, talán 5-10 millió között van a Google Play Store-ban a mobiljátékoknak a száma, és hát ezeket azért tényleg túlnyomó részt indie stúdiók gyártják le. Más kérdés, hogy nyilván miután mi is belekóstoltunk kicsit ebbe a iparba, és néhány appot lefejlesztettünk, hamar rájöttünk, hogy azért ott sem árt egy komolyabb tőke háttér ahhoz, hogy érvényesülj, mert a marketing költségeket ott sem úszod meg, hiába van lefejlesztve egy hónap alatt egy ilyen mobil játék. Önmagában az óriási konkurenciának az óceánjában nem fogja senki megtalálni. Nem tudom, én
nem igazán játszom mobil játékokkal, úgyhogy hozzám max a Candy Crush-nak a szele jutott el, azt is így mindig úgy kell visszautasítgatnom, hogy nem, nem akarok veled se, és veled se, és veled se Candy Crush-t játszani. Számomra őszintén szóval érdekes ez az egész mobiljáték jelenség, tehát addig, amíg mi nem kezdtünk el fejleszteni mobiljátékokat, én nem játszottam mobiljátékokkal, és a mai napig nem értem, hogy egyébként ennek miért van ilyen óriási népszerűsége, leszámítva tényleg az ilyen egyperces játékokat, amiket a busz megállóba, a WC-n ülve, vagy valakire várakozom 5 percet, akkor elindítok a telefonomon. De hogy tudnak ezek a játékok annyira immerzívek lenni, hogy utána a játékosok óriás összegeket költsenek rájuk, ez már a tinédzsereknek a lelki világába kellene belenézni, hogy ezt jobban lássuk. Nem tudom, engem egyetlen egy mobil játék tudott beszippantani, de most hirtelen a neve se jut eszembe, de az a lényeg, hogy te vagy a kis baktériummal, és el kell pusztítanod a világot. Ó, Ezzel igen, a tudtál Plague azon. Inc. Az, igen. De Ezzel az ki tudtál is nőtte azonosulni. Igen, ezzel azonnal tudtam azonosulni, hogy hogyan kell a népegészségügyi vonalat kicselezve. De ráadásul az nem is mobiljátéknak indult, hanem flash játéknak eredetileg. Én még játszottam az eredetivel a Newgrounds-on, szerintem fönn volt, vagy a Congregate-en, valamelyiken a kettő Biztos közül. mind a kettőn. Igen, valószínű, hogy mind a kettőn. És a flash játékból csináltak mobiljátékot, sőt PC-re is elkészült, ahol már egészen komplex betegség és betegségmechanizmusok vannak, például az agyparazitával, a zombi vírussal, vagy a majmok bolygójából a majom nátha vírussal is A lehet simian lenni. flu. Igen, és azt, hogyha a simian flu-val játszol, akkor úgy tudsz győzni, hogyha azokat a mutációkat is fejlesztett közben, amiktől egyre okosabbak lesznek a majmok, mert akkor jobban pusztul az emberiség, ahogy a majmok egyre jobban megtanulnak közben eszközt használni, meg lehaigálni a repülőt láncsával és hasonló. Off-topikozhatok egy kicsit, szívesen elmesélném. 3 napja láttam a Majmok bolygója háború című filmet. Ti láttátok? Na, a Majmok bolygója a másik dolog, ami olyan nekem, mint a Star Trek, hogy így, no, tehát így, köszönöm szépen, nem kérem. Nem tudom megmondani, hogy miért. Sok helyen elmondták, hogy ezek az új filmek nagyon királyak lettek, de valahogy Rosszul mondták. így nem tudom elképzelni, hogy én leüljek, és akkor másfél órát vagy kettőt arra áldozzak az életemből, hogy majmokat nézzek, akiket emberek játszanak. Tehát nem. Na, valójában CGI majmokról Világos, de attól még van ott itt van már az Andy szó. Serkis a főmajom mögött a kis bogyókkal a fején, tehát hogy azt valahogy csak leanimálták. Hát igen, oké, az megvan. Hát, te se láttad, Gábor? Én az első részét láttam az új trilógiának, ami nekem kifejezetten tetszett. Valahogy kimaradt a másik kettő. Az elsőre már nem emlékszem, a másodikról azt se tudom, hogy láttam-e. Az első az egy nagyon emberközeli vagy majomközeli történet, ami Hát ott tényleg volt a a leges Cézár legelején, elkezd igen. beszélni, igen. És akkor lement talán egy első fertőzési hullám, amit valahogy legyőztek az emberek, de utána jött a második. És itt a második és harmadik rész között talán több év telik el, és itt már nagyon degeneráltak az emberek a harmadik részben. Legalábbis én nagyon remélem, hogy a film készítői is úgy gondolták, hogy ez a simian flu, ami minden emberben megvan, de nem mindenki némul meg tőle. Mert ugye itt megnémulnak már az emberek. De hogy ettől el is butulnak. Nagyon remélem, hogy ezért viselkedtek ilyen bután, és nem csak a klasszikus hollywoodi butaság volt az emberekben. De minden Nem baj, mert esetre... ezekből összetoborozhatták a Covenant legénységét. Lehet, hogy amit nem tudtunk, a sötét háttér az az, hogy igazából ők voltak a legokosabbak, akiket még el tudtak küldeni a Földre, hogy gyarmatosítsanak egy új bolygót, és ők is meghaltak egy teljesen másik idegen fenyegetésben. Szóval ez a nagy
Epikus című harmadik rész számomra nem váltotta be a várakozásokat, amit a trailer alapján gondoltam volna róla, tehát háborúnak nyoma sem volt ebben a filmben, kicsi harcocskák voltak, egy elhagyatott, nem tudom, észak-minnesotai ilyen fenyvesnek a csücskében, körülbelül 50-100 majom és hasonló számú ilyen degenerálódott amerikai katona között zajlik ez le. Inkább lélektani dráma volt ez a film, a főszerepben négy darab majommal, ugye Cézár a beszélő csimpánzunk, aki már az első résznek is a főszereplője volt, egy nagyon kedves Morris nevű orangután, aki a végére megtanul beszélni, és ez nagyon kedves, de neki nagyon nagy szíve van, nem csak az arca hatalmas, hanem a szíve is hatalmas. Velük van még egy ilyen igazi veterán csimpánz, ilyen öreg csimpánz harcos, annak elfelejtettem a nevét, talán Luke, és felszednek még maguk mellé egy kislányt, akinek megölik az apját, és a kislányt meg nem bírják otthagyni a farmon, de a kislány már néma. De cserébe nagyon aranyos és nagyon kedves, és megtanulja a majmoknak a jelbeszédét. Tehát ez kicsit ellene megy annak, hogy az emberek tényleg elbutulnak. Hát viszont azért azt tegyük hozzá, hogy valamennyire azért én nem láttam a filmet, tervezem, hogy majd megnézem, de én úgy gondolom, hogy jó ez így, mert hogyha valóban itt epikus háború alakulna ki, akkor eléggé elveszítené a film a majmok jellegét. Mert hogyha két különböző színű tank lövi egymást a csatatéren, és megmondják az elején, hogy az egyikben majmok vannak, a másikban meg nem, azért az nem ugyanaz a hangulat, mint amikor, nem tudom, a dárdás majom hordák fáról fára ugrálva cserkészik be a gépfegyveres kommandósokat. Hát én a magam részéről pont ezt a fordulatot vártam a végére, amit most említesz, és akkor spoilereznék is egy elég vastagot. Nyugodtan, mert szerintem nincs az az Isten, hogy én megnézzem. A végén az epikus csata az végül is úgy zajlik le, hogy nem zajlik le. Mert egész végig ugye arról van szó, a fő konfliktus az, hogy Cézárnak a csapatát elfogják a rossz emberek, és bezárják egy ilyen munkatáborba, és a majmokkal, mint rabszolgákkal építetnek falat, és közben éheztetik őket. Persze ezek igen szívós csimpánzok, hiszen a havazásban, a szabad ég alatt a földön alva, úgyhogy 4 napja nevettek, még úgy is tudnak falat építeni. Na mindegy. És egész végig attól fosnak, azért kell a falat építeni, mert hogy a Woody Harrelson által játszott ilyen képregény főgonosz, ő összeveszett a főnökeivel állítólag, és hogy ők jönnek más emberek, hogy őt innen eltávolítsák. És én egész végig arra a csavarra vártam, hogy az a hadsereg, ami jön, hogy ledózerolja őket, az már majmokból áll. De ezt nem játszották meg, hanem azok is emberek voltak. Viszont egy természeti csapás jött közbe, és a lavina elvitte őket a picsába, és ezzel zárult a film. A hős majmok meg föl tudtak mászni a fa tetejére, és őket nem vitte el a lavina. Így Mert a szerezték meg a bolygónkat ezek a majmok. lavina kikerült azt a négy fát, vagy hogyan? Nem, ezek nagy magas fák voltak, és odáig nem ért föl a lavina tetejéig, a És utána mi a rossz csúcsáig. sebet csináltak a majmok, mikor fönt voltak a fa tetején, alattuk ott van a lavina, ami már nem jön tovább, de mondjuk például banán is kevés terem ott. Könnyes szemmel mosolyogtak egymásra, hiszen már érezték, hogy övéké a glóbusz. Hát így történt ez a háború a Földnek a birtoklásáért. Ennyire epikus volt. Szerepelt ebben a háborúban mintegy 200 fő. Jaj, még az indie játékokra, bocsánat, Nem, visszakavarodva. menjünk is vissza, Én is mert szeretnék. minél többet beszélek erről a szarról, annál kevésbé akarok még többet beszélni róla. A Limbo-t nehogy megkerüljük már, ami nekem abszolút kedvencem ebben a Ó, igen, az témakörben, illetve határozottan. a ugyanazon fejlesztő csapat által csinált, és szintén Limbo hangulatú Inside is szerintem nagyon jó lett. Az Inside-ot még nem próbáltam ki, de a Limbo az valóban nagyon jó volt. Az Inside az már kicsit ilyen
háromdimenziósabb, és hát talán egy picit többet lehet sejteni, hogy mi ez az egész, de azért olyan nagyon nem. A Limbo-ról beszélni egy kicsit, mert most nem emlékszem, hogy játszottam-e vele, vagy sem. Hát a Limbo az inkább ilyen hangulatjáték, tehát egy ilyen puzzle jellegű játék, ahol semmi nincs, rögtön bedobnak a közepébe. Egy kisfiúval vagy, egy ilyen elég sötét Jaj, helyen, tudom, árnyék, megvan, 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 ilyen megvan. árnyék világ jellegű helyen, és Mint akkor a 90-es években az Another World. igen, és akkor mész előre, nem tudod miért, sokszor meghalsz, aztán Sokszor nagyon szemét módokon. igen, de annyira, hogy az már vicces. Főleg, amikor így leszakad a fejed, meg ilyen hasonló, és akkor nem tudod miért. Nekem a kedvencem az volt, amikor nagyon keveset lehet látni a játéknak a játékteréből, mert csak fekete és fehér és szürke tónusok vannak benne. És megy előre az ember, ott van egy kis hupni, rálép, jön a körfűrész és ketté vágja. Hát jó, tanulásra képes egyedek vagyunk, az ember megy, átugorja a kis hupnit, örül magának, megy tovább, ott van még egy hupni, átugorja, és jön a körfűrész, és levágja a fejét. Mert a második hupnira viszont rá kell lépni, hogy ne jöjjön a körfűrész. Ilyenből szolgál egy-kettővel a játék. Hát ezek azok az egyszerű indie játékok, amiket a játékmechanika visz el a hátán, az, hogy jó vele játszani, A Limbo-t kellemes. inkább a hangulat, mint a játékmechanika. Igen, tehát, hogy egy sima puzzle, de az a fekete-fehér szürke tónus, meg azok a nyomasztó ilyen industrial környezetek, meg Meg az, az hogy ellenfelek, ahogy igen, ábrázolva vannak. meg az, hogy tényleg fogalmat sincs, hogy mi ez, és tényleg egy egész legendáriumot lehet köré kreálni, ahogy ezt meg is tette sok rajongó, hogy vajon ki ez a kisfiú, hol van, mit keres, miért azt keresi, és Még számtalan egyéb kérdés. egy dolog eszembe jutott, hogy mi az, ami még így a előnye szokott lenni az indie játékoknak, vagy ami eladja őket, a nosztalgia faktor. Tehát nagyon sok esetben az indie játékok a 90-es években népszerű játékoknak egyfajta újrafeldolgozása. A 90-es években még kvázi minden játék indie játék volt, mindent ilyen egy fő vagy néhány ember gyártott le. És azoknak az újrakreálása, vagy annak a hangulatnak a fölébresztése. Ugye erre nagyon eklatáns példa a Legend of Grimrocknak a nagy sikere, az első és a második résznek is a nagy sikere, ami a 90-es évek nagy ilyen grid-based RPG-ét kreálta újra. Hát illetve, ha már indie siker sztorik, akkor az egyik legnagyobbat nem említettük talán, ami hát ilyen szegről végről indie végül is. Azt hiszem, hogy a Portálnak a nevét azt mindenki hallotta, aki számítógépes játékkal játszik. És hát ugye a Portál az úgy készült el, hogy amikor a Half-Life 2-nek szerettek volna kiadni egy ilyen kvázi folytatás sorozatot, akkor elkészült az Orange Box, amibe bele akartak rakni még ilyen extrákat a főjáték mellé. És hát az egyik a Team Fortress 2 volt, ami szintén hatalmas nagy siker lett. De emellé összeszedtek a Valve-nél valami három ilyen random arcot, hogy tessék itt, hogy csináljatok valamit. Van valami ötletetek, csináltok valamit, aztán betesszük. És így készült el a Portál. Egyetlen egy aprócska ötletes mechanikára épül, ugye egy kék és egy narancssárga portál tudsz kilőni, és azok között tudsz közlekedni, anélkül, hogy a lendületedet elvesztenéd. Ennyit tud a Portál. És egy 3 órás kis szösszenetet raktak össze, és olyan hangulatot sikerült mögé varázsolni. A puzzle-ök sem voltak rosszak, de igazából a portált is a hangulata vitte el. De azért a portál sikerében a mögött álló Valve is azért számított valamit.
Hát annyit számított, hogy nem volt problémájuk a terjesztésével, mert benne volt az Orange Boxban, de a Portál az semmiképpen sem volt egy húzónévnek tervezve. Most pedig az önmagában a Portál egy játéktörténeti nagy név. Hát nekem ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy hány olyan indie játék van, ami tudja azt, amit a Portál ötletességben, hangulatban vagy akármiben, és elsikkad a picsába azért, mert elkészíteni el tudták az alkotók, de belefullad a megjelenő játékoknak a tengerébe. Hát ez az, amit ugye szintén sosem fogunk megtudni, mert Tehát a saját tapasztalataink alapján az internet világában, a nagy világban a játékok nem, tehát nem a feltétlenül a minőségük alapján találják meg az utat a siker felé. hát inkább azt lehet mondani, hogy a minőség, egy bizonyos szintű minőség az az alap, ami kell ahhoz, hogy mondjuk egy játékból nagy név váljon, hogy azt fölkapják, de azon túl pedig már hát nagyon sok másik tényező kell, szerencse, és leginkább az. Mondjuk a minőséget az tavaly megcáfolta a Goat Simulator, ami ugye pont azért lett fölkapva, mert hogy annyira sok vicces bug volt benne, és az egész internet megőrült tőle, hogy Hát a mennyire. Goat Simulatortól már azelőtt megőrültek, hogy megjelent volna. Tehát én sose éreztem ezt valami óriási invenciónak, hogy kecske szimulátor csináljon valaki, de valamiért ez mégis az internet népének egy nagyon tetsző ötlet volt. Hát igen, ez pedig egy másik jelenség igazából, ami pedig aztán tényleg teljesen random. A debilség. Hát a mit kap fel éppen az internet szele, és ha valamit nagyon felkap, akkor, és igazából a No Man's Sky-jal is ez történt. Ha már az ilyen értetlenül álltam valami előtt jelen dologról beszélünk, én a No Man's Sky-jal voltam úgy az első másodperctől kezdve, hogy hallottam róla, hogy hiszi el bárki, hogy ebből értelmes játékot össze tudnak rakni? Pláne egy ekkora fejlesztő csapat. Te Hogy mindig nagyon gondolhatja? szkeptikus voltál a procedurális tartalom generálással. Igen, és nem ok nélkül, de itt még csak nem is erről volt szó. Ez szerintem a No Man's Sky-on, amikor az első hírek megjelentek róla, én nekem tényleg az első gondolatom az volt, hogy jó, igen, ez ha vagy megcsinálják azt, amit itt leírtak, és akkor nagyon-nagyon sekélyes lesz, vagy nem csinálják meg azt, amit leírtak, és akkor meg már eleve kamúznak. Hát emlékszem, hogy amikor ez bejött hírnek, én nagyon lelkes voltam, és beszélgettünk erről sokat, és akkor kifejtetted azt, hogy tök jó, hogy van 10 trillió bolygó, amit legenerál ez a csuda algoritmus ebben a játékban. Lilla, te mennyire vagy képbe ezzel, hogy... Nagyjából megvan, tehát hogy így nézegettem egy-két gameplayt, de hogy én magam nem játszottam a No Man's Sky-jal. Annyira nem vonzott be, hogy én ezzel játszani akarjak. Na igen. Engem nagyon föllelkesített ez a szabad, hatalmas világ, amit föl lehet fedezni. De emlékszem, hogy amikor beszélgettünk erről, Gábor, akkor te mondtad, hogy szerinted sokkal érdekesebb lenne egy ilyen játék, mondjuk 15 darab bolygóval, amit emberek terveztek meg kifejezetten, és arra tervezték őket, hogy érdekesek legyenek. És hát ebben nem értettünk egyet akkor, és egész addig nem értettem egyet ezzel, amíg én magam el nem kezdtem játszani a No Man's Sky-ja, sőt, még akkor is egy ideig nem értettem egyet, kb. Addig, amíg az ötödik bolygóig el nem jutottam, ahol kifingott nagyjából a procedurális generátor, ami alatt azt értem, hogy nagyon hasonlóak voltak a bolygók egymáshoz, túlságosan is, annak ellenére, hogy a színek különböztek, kicsit különbözött a táj, kicsit különböztek az ilyen environment assetek, amikkel berendezték a tájat, meg voltak ezek a random generált élőlények, amik ott föl alá bukdácsoltak, de hiába néztek ki érdekesen, meg az interneten próbálták így mémesíteni ezeket az ilyen nagyon-nagyon furcsa, random generált élőlények, akinek kijöttek, de igazából mivel volt kétféle élőlény viselkedés, a passzív növényevő, meg az aktív ragadozó, aki neked támad, innentől kezdve
nem volt igazán érdekes, hogy most egy lila színű békaegér, vagy egy sárga színű elefánt pillangó az, amelyik szembe jön veled azon a kurva bolygón. Úgyhogy igen, 5-6 bolygónak a felfedezése után úgy gondoltam, hogy igazad volt ebben a dologban, bár az idealizmusom azért továbbra is azt mondatja, hogy egy jól megcsinált procedurális generátor azért az igenis túl tud mutatni azon, amit emberek terveznek meg, csak hát itt nyilvánvalóan nem volt erre megfelelő mennyiségű erőforrás. De lehet, hogy ehhez meg pont az kéne, hogy nem egy 6 emberből álló fejlesztői csapat dolgozzon rajta, hanem egy 100 emberből álló. Hát igen, tehát az alapvető, hogyha a procedurális generátorban mondjuk még annyi időt sem szentelsz bele, mint amennyi egyetlen bolygónak az önmagába való részletes meg érdekes kidolgozása lenne, akkor nem nagyon lehet elvárni tőle, hogy 10 millió érdekes helyszínt generáljon neked. Egyébként azért nagyon érdekes még ez a No Man's Sky kérdés, mert ugye többször felmerül a kacsintva tudományos fantasztikumból kifejezetten a tudomány irányába. Többször felmerül az, hogy mi történik majd, hogyha az emberiség egyszer utazni lesz képes a csillagok között. És hát ennek kapcsán van ugye a híres Fermi paradoxon, ha Hol van, van mindenki? igen, hol van mindenki. És hát ez egy lehetséges megoldása a Fermi paradoxonnak, hogy az univerzum egy no man's sky. És mondjuk annyira szigorúak az életnek a feltételei, hogy csak nagyon hasonló életközösségek és nagyon hasonló civilizációk jönnek létre, és a csillagok közt utazó civilizációk az 5. bolygó után egyszerűen megunják, és inkább elmennek videójátékozni, mert nem érdekes az, hogy a 6. bolygón a kék teve helyett a lila teve jön szembe, de ott is csak teve van. Hát ezzel azért tudnék vitatkozni, én azért nagyon bízom benne, hogy a kozmosz egy kicsit változatosabb és érdekesebb hely, mint a Én No is Man's Sky-nak a világa. bízom benne, csak ez egy lehetséges kimenetele a dolgoknak. Szóval, ha már a Fermi paradoxonnál tartunk, akkor beszélgessünk kicsit a Fermi paradoxonról. Tehát mi is az a Fermi paradoxon? A Fermi paradoxon az a kérdés, hogy amennyiben feltételezzük, hogy nem az emberiségé az egyetlen egy civilizáció, ami létrejött, és mivel, hogy hát ugye a világegyetem azért nem tegnap keletkezett, de még csak a hivatalos álláspont szerint nem is 7 vagy 5 vagy valahány 1000 évvel ezelőtt, hanem régebben, akkor logikus a feltételezés, hogy vannak a miénknél sokkal öregebb civilizációk, akik valószínűleg akkor technológiailag is sokkal fejlettebbek, mint mi vagyunk. És hogyha egy logikus lépésnek tekintjük azt, hogy egy idő után valahogy rá fogunk jönni arra, hogy hogy lehet felderíteni más csillagrendszereket, hogy lehet oda elég gyorsan eljutni, akár mondjuk térkapukkal, vagy fénynél gyorsabb hajtóművel, Hát, vagy akár nem gyorsan, vagy hanem akár nem lassan, gyorsan, hanem de nem a sebességet gyorsítjuk föl, hanem az öregedést lassítjuk le. igen, ilyen nagyon hosszú generációs hajókkal, akár még úgy is, hogy nem gyorsítsuk, nem lassítsuk le az öregedésünket. Ugyanakkor ugye minket, mint emberiséget, tudomásunk szerint nem látogatott még meg másik civilizáció. És hogy miért van ez? Már a gyík embereket nem számítjuk. Legalábbis hivatalos És a kapcsolatot gyapjas nem. alakváltókkal mi a Jaj, bocs, helyzet? igen. Most De azt ebbe most ne olvast, is menjünk bele. pedig azt Mit olvastam, hogy tavaly olvastál? átvették a hatalmat a reptiliánoktól, a Hát ezt nem gyapjas csak alakváltók. olvastad, ezt el is mondtam Sőt, már én is egy másik műsorban. azt is megtudtam, hogy a hosszú Katinka is gyapjas alakváltó. Ez nekem Tényleg? Azért teljesen úszik ilyen újdonság. kurva gyorsan? Igen, bár én azt hittem, hogy a gyapjú visszatartja a Mert vízben. alakot váltott, és ezért váltott alakot, hogy jobban tudjon a vízben mozogni. A lényeg, hogy a reptiliánok a napban éltek benne, mert a nap üreges, és a gyapjas alakváltók elfoglalták a napot.
Jó, de talán ebben, Ebben most nem menjünk bele ezektől a részletesebben. civilizációktól eltekintve úgy tudjuk, hogy a Földet nem látogatta meg egy Igen, igen. csillagjáró civilizáció, és miért van ez? De ugye nem csak, hogy nem ezt egy látogattak kicsit meg minket, de kiterjesztve, jeleket sem igen, kaptunk ezt egy tőlük. Kicsit kiterjesztve, tehát ha azt veszük alapul, hogy milyen szintű ilyen hullámszennyezéssel látja el a földgolyó az univerzumot, tehát így a 40-es évek óta, mióta van tévéadás, mennyi ilyen elektromágneses hullám hagyja el a földet. Ez alapján azt gondolhatnánk, hogy más civilizációk ugyanezt csinálják, esetleg sokkal régebben. Nekem erre teljesen logikus, hogyha te ülsz baromi intelligens civilizációként egy űrhajón, és szembe jönnek veled a fási mulatónak a hullámai, akkor nem azt gondolod, hogy ide rohadtul nem kéne oda menni. Hát és egyébként ez az egyik megoldása a Fermi paradoxonnak, ennél kicsit kevésbé banálisan, hogy egyszerűen az idegen civilizációkat nem érdekeljük, amiatt, mert vagy nem vagyunk elég fejlettek, vagy morálisan, vagy éppen tudományosan valami miatt mondjuk megvetendő, de legalábbis érdektelen az emberiségnek a kultúra, és egyszerűen fogták ezeket a jeleket, és nem jöttek ide. Hát egyelőre nem sokan foghatták, mert mondjuk így a 40-es évek óta mondjuk egy legfeljebb 60-70 fényév sugarú gömbben foghatóak egyelőre ezek a jelek, már aki egyáltalán ezeket fogni akarja. Hát hogyha nyilván itt csak feltételezésekkel lehet élni, tehát ha mondjuk ezt a gömböt úgy tekintjük, hogy ezen belül kell lenni egy másik ilyen civilizációnak, akkor az valóban kevés, de hogyha mondjuk az űrhajóik átutaznak ezen a téren, azok vajon tudják-e fogni ezeket a jeleket? Egyáltalán valóban a valódi téren keresztül utaznak-e át az űrhajók? Ha nem a valódi téren utaznak át, ugye, mint sok science fiction, akkor valószínűleg azért nem hallgatják a fási mulatót, azért... hipertérben, mert oda nem jut be a jel. Jó, hát elég sok teória létezik arról, hogy a Fermi paradoxonnak mi lehet a megoldás, hogy miért nem hallunk ezekről az idegen lényekről. Ugye erről a legegyszerűbb az, hogy hallunk róla, csak mi nem tudjuk személy szerint. Tehát mondjuk a Föld kapcsolatban van velük, ugye ez a népszerű UFO összeesküvéses koncepció, vagy ennek lehet egy finomabb változata, hogy itt vannak közöttünk, de mondjuk senki nem tud róla. Csak itt vannak. Bár a szomszéd Béla bácsi azért mindig gyanús, is gyanús volt. Igen, igen. Igen, ugye ez az összeesküvés elmélet teória, hogy egyszerűen itt vannak, de ennek is mondjuk egy olyan magyarázat terjesztés, hogy vagy itt sincsenek, hanem az ő civilizációjuk olyan eleve, hogy ez is egy nagyon népszerű sci-fi toposz a Star Trekben is megjelenik, hogy a primitívebb civilizációknak az életébe nem szabad beleavatkozni. Hát itt ugye az egyik nagy kérdés, hogy amit ugye nem tudunk pillanatnyilag, hogy az általunk intelligenciának nevezett intelligencia, annak milyen sűrűsége van így a galaxisban, vagy így az univerzumban. Na, ez már egy egészen másik megközelítése az egésznek. Ez annyiban ugye érdekes a Fermi paradoxon kapcsán, hogyha ritkás az intelligencia, akkor lehet egyszerűen annyi, hogy van három intelligens civilizáció a galaxison belül, az egyik 15 ezer fényévre, a másik 80 ezer fényévre van tőlünk. Egész egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy egymásról értesüljünk. Ennek a kiterjesztése ugye az, hogy egyáltalán nem kell, hogy az intelligenciával legyen ez a helyzet. Akár könnyen lehet, hogy az élet is önmagában nagyon ritka, vagy például a többsejtű élet nagyon ritka, az állati élet nagyon ritka. A Föld őstörténetéről és az evolúciónak, különösen a kezdeti lépéseiről nem csak hogy keveset tudunk, de amit pedig nem is tudhatunk egészen addig, amíg más élőlényeket, más bolygóról származó élőlényeket nem találunk, azaz, hogy valójában mégis mennyire esetleges az, hogy kialakult a jelen formájában az élet a Földön.
Hát a legprimitívebb élettel kapcsolatban azért vannak már elég meggyőző tudományos kísérletek. Igen, de azt viszont nem tudjuk, hogy valójában erre mekkora esély volt. Illetve, amit pedig ugye a biológiai szempontból a földi életben a legnagyobb változás, a legnagyobb ugrás, az nem, hogy nem az ember kialakulása volt, de még csak nem is mondjuk a gerincesek vagy az állatok kialakulása, hanem a sejtmagvas egysejtűek kialakulása. Ez volt a legnagyobb változás. Ez miért volt akkora változás? Azért, mert sejtmag nélküli élőlényekben nincsenek elkülönült belső terek. És ez egy olyan szintű határvonalat ad, ami minden további fejlődést a tudomány mai állása szerint minden további fejlődés lehetetlenné tesz, és ez egy akkora ugrás volt biológiai értelemben, olyan nagy különbség van genetikailag is. Ez egy akkora nagy különbség, amihez hasonló azóta sem történt. Egy ember közelebb áll egy papucsállatkához, mint egy baktériumhoz. Mint a papucsállatka a baktériumhoz. Aha. Hát ugyanakkor viszont ezekből az élőlényekből óriási számú jön létre, és hosszú időn keresztül ezek szaporodva, meg nyüzsögve az ős-óceánban Hát, hogyha azért. tudnak valójában nyüzsögni, ez is meglehetősen vitatott, hogy valóban az ősóceánokban mekkora valódi élettér volt. Ugye kapásból mondjuk az ősóceánoknak, hogyha jól emlékszem még a nagyon-nagyon régi óráknak az anyagára, akkor azt hiszem a felső 10 vagy a felső 20 méter az kapásból kiesik, mert élhetetlen mennyiségű sugárzás hatolt le oda. Annó, amíg ugye nem volt se ózon réteg, se semmi. A mélyebben fekvő vizek hidegek és sötétek voltak. Hát az egyik teória, ugye ezek a mélytengeri kürtők. Igen, a mélytengeri De a kürtök, meg régebbi az ilyen anyagokban. mindenféle agyakpalák, csak hát olyan kevés maradt meg ezekből, és ugye hát az egysejtűek nem arról híresek, hogy nagyszerű, hatalmas múzeumban kiállítható csontvázakat hagyna maguk után, szemben például dinoszauruszokkal. Így hát viszonylag keveset tudunk azért ezekről az ős egysejtűekről. Mert én, minthogyha inkább az ilyen sekély vízű lagunákat olvastam volna, ahol a hullámverés hozta létre végül is az életet. Tehát, hogy ott olyan dinamizmusa volt a víznek, hogy ezek a zsír buborékok létre tudtak jönni. Hát ebben belemehetnénk, de inkább szerintem ne tegyük most, kicsit messzire kerülünk Igen, az igen. eredeti témánkhoz. Mondjuk azt, hogy egyszerűen az eredeti állításom is annyi volt, hogy nagyon keveset tudunk ezekről, és nem tudjuk, hogy valójában ezek a jelenségek, amik jó eséllyel a Földön bekövetkeztek, azok mennyire valószínűek. Tehát a Föld könnyen lehet az is, és ez egy nagyon egyszerű megoldása a Fermi paradoxonnak, hogy a Föld kihúzta a lottóötöst. Ugye laboratórium körülmények között eddig komplex biológiai molekulákat elő lehetett állítani, ilyen véletlenszerű behatásokkal, élő sejtet még nem. Lehet, hogy az élő sejt kialakulásának nagyon-nagyon-nagyon sok az egyhez az esélye. A Föld kihúzta a lottóötöst, vagy éppen elveszítette, ahogy vesszük, és nagyon sok más bolygón pedig, ahol ugyanezek a lehetőségek adottak, ez nem történik meg. És 5 milliárd éven keresztül ott van a bolygó, háborog rajta az ősóceán, nyüzsögnek benne a ilyen mindenféle protoaminosavak, meg ilyen random összeállt fehérjék, meg lipidmolekulák, és nem történik semmi. Hát, vagy valahol az evolúció során egy másik olyan pont van, amit sehol máshol nem léptek át. Esetleg olyan, amire nem is gondolunk, Hát hogy az egy olyan lépés volt, ami nagyon-nagyon kicsi eséllyel pont történik meg. erre hoztam fel a sejtmagvas egysejtűeknek a kialakulását. Szintén egy másik megoldás, hogy 100 földszerű bolygóból az összesen létrejön az élet, de a 100-ból mondjuk 99-en megreked ott, hogy az ősóceánokban ott úszkálnak a baktériumok, mindenféle vegyületeket bontanak le az egyikből a másikba,
Vígan élik a világukat, de itt megrekedt a dolog. Igen, én ennél azért valószínűbbnek tartom, hogy sok helyütt, tehát fokozatosan, ahogy vizsgáljuk a kozmoszt, ugye először még a Fermi paradoxon kapcsán az ilyen eszmefuttatásokban az jött, hogy hány földszerű bolygó lehet. Most arra ugye kiderült az exobolygók közül, hogy azért meglehetős számban vannak ilyenek. Tehát csak az általunk vizsgált térbe több tucat földszerű bolygót találtak, már is sok ezer exobolygót találtak, és ez egy nagyon parányi térszelet, amit itt vizsgálnak. Hát illetve ugye azt gondoljuk, még visszakanyarodva erre a gondolatmenetre, hogy az öntudattal rendelkező civilizáció építő intelligencia is lehet egy olyan lépés, ami egyszerűen nem jött létre sehol. Valamilyen okból kifolyólag, mint ahogy tudomásunk szerint a Földön sem jött létre az abban a mondjuk 4-500 millió évben, mióta összetett szervezetek vannak. Valójában semmi akadálya nem lett volna, hogy akár már a triász-perm időszakban létrejöjjön egy civilizáció alkotó faj. Hát azért elég sok akadálya lett volna. Például mi? Nem voltak jó eséllyel mondjuk melegvérű élőlények. És egy hidegvérű élőlény nem lehet intelligens? Nagyon kicsire az esély. A melegvérűeknek elsősorban a melegvérűségnek az egyik legnagyobb előnye, ami miatt létezik, mert egyébként egy baromira hátrányos dolog, mert sokszor több energiát igényel a szervezet fenntartása. Pont az, hogy folyamatosan nagy teljesítményen tud működni az agy. Ami a hidegvérűeknél nincsen. A hidegvérű élőlények lelassulnak, és ezzel párhuzamosan el is butulnak, hogyha rosszra fordulnak a környezeti feltételek. És mi a helyzet a polipokkal, amiről már többször megállapította mindenféle tudományos cikk, hogy valószínűbb, hogy egy másik bolygóról jöttek, mint hogy itt alakultak ki, mert annyira aránytalanságban áll az, hogy milyen lépcsőfokán vannak az evolúciónak ahhoz képest, hogy mennyire intelligensek és mennyire összetettek. Hát azért ebben van egy kis szenzációhajhászás, amennyire én tudom, a polipok a gerinctelenekhez képest meglepően intelligensek, de inkább talán helyesebb azt mondani rá, hogy meglepően hasonló típusú intelligenciát mutattak, mint a gerincesek. Ugye elég sok viszonylag intelligens gerinctelen állat van, mondjuk az államalkotó rovarok egy jó példa, akik viszont egészen másképpen úgymond intelligensek, tehát a egészen másféle magas szintű agyi működést vagy idegrendszeri működést tudnak produkálni, annak ellenére, hogy egy emberi értelemben vett intelligencia teszten, még egy olyanra is, amit mondjuk állatokra terveznek, viszont buták. Erre ugye egy nagyon jó példa, egy klasszikus, hogy amikor elkezdtek hangyákkal kísérleteket végezni, akkor nagyon meglepte a tudósokat, hogy egy hangya nagyjából ugyanolyan ismétlés szám alatt tanul meg egy labirintus tesztet, mint egy patkány. Ami azért meglepő, mert a patkány az egy igencsak intelligens állat. Viszont amikor tovább kísérleteztek, akkor kiderült, hogy igen ám, de például, hogyha azt a labirintus megfordítják, és a hangyát a másik a célba teszik, és az eleséget, vagy a kijáratot, meg a startra, akkor a hangyának újra kell tanulnia az egészet, a patkány meg egyszer végigmegy rajta, és utána rájön, hogy ez ugyanaz a hely. Tehát nagyon ezzel csak azt akartam kiugodni, hogy az intelligenciát, mint olyat, nagyon nehéz mérni. Nyilván az, hát, és még ez sem nyilván, mert ugye az IQ-val és eleve az emberi intelligencia tesztekkel kapcsolatban is folyamatosak a viták, hogy mégis mennyire pontosak ezek, mennyire adnak valós értékeket, mennyire összehasonlítható az egyes emberek intelligenciája egymással, és hát akkor egy másik fajéről meg. Hát itt ugye azt tudjuk alapul venni, hogy mennyire épített civilizációt az a faj, hiszen a civilizáció, a technikai civilizáció az, amit mi így az intelligencián, tehát a társadalmi intelligencia mérföldkövének vehetünk. Hát ezzel kapcsolatban a polipokra
Visszakanyarodva, a polipok már ott úsztak a paleozoikumban, az őskorban, az előbb említett ilyen 4-500 millió évvel ezelőtt, és nagyjából a mostanihoz hasonló élőlények voltak. Tehát ne... Igen, a polipokkal kapcsolatban ami kimaradt, elmentem egy másik irányba sajnos. A polipokkal kapcsolatban egy nagyon nagy akadály, ami megakadályozza, hogy ők valaha civilizációt építhessenek. Oh. Úgy tudom, hogy az, hogy a gerincteleneknek nincsen be mielin hüvelyezve az ideghálózatuk. Én is így tudom. És ez megakadályozza azt, hogy egy bizonyos intelligencia szintet átlépjenek, amiatt, mert ez az idegeken való ingerületvezetésnek a sebességét lekorlátozza. És ugye egy nagy és nagyon komplex ideghálózatban ez már egy olyan szintű lassulást produkálna, hogy nem tud átlépni egy bizonyos szintet az intelligenciájuk. Szóval sajnos csak Betárcsázós tud. internetes polip. Igen, a polip, aki nagyon lassan, nagyon okosakat gondol, az egy szép koncepció, de sajnos az óceánokban kevéssé tűnik hatékonynak, hogyha feltűnik a cápa, és utána 3 nap múlva tök jól eszébe jut, hogy hogyan lehetett volna egy nagyszerű bravúrral elmenekülni előle. Hát minden esetre a polipoknak volt 400 millió évük arra, hogy építsenek civilizációt, ez tudtommal nem sikerült nekik. Ha volt is valamikor a földtörténet során egy nagy globális polip civilizáció, az mostanra már elhagyta a földgolyót, és semmilyen nyomot nem hagyott maga után. Úgyhogy hát ez azért egy jó 4000-szer annyi idő volt, mint az emberiségnek ez a 100 000 éve, ami alatt összerakta azt, amiben most élünk. Én részemről lemondanék a puha testűek civilizáció Tegyük hozzá, építéséről. hogy ez másik oldalról viszont nem jelent semmit az, hogy egy fajnak mennyi ideje volt arra, hogy civilizációt építsen. Nem szabad elfelejteni az evolúcióval kapcsolatban, hogy ugye a különböző divatos science fiction, főleg fiction filmeknek a kapcsán, például ugye talán a leghíresebb az az X-Men. Az evolúció nagyon úgy vonult be a köztudatba, mint egyfajta kötelező jellegű fejlődés. Az élőlények folyamatosan, állandóan fejlődnek, és egyre jobbak és jobbak lesznek, és hát az embereknek a saját szerénysége az azt eredményezi mindig, hogy mi magunkat tesszük a legtetejére az egésznek, és hogy minden élőlénynek az lenne a célja, egyfajta ilyen kimondott célja, hogy az evolúció során elérje az emberi Jó, intelligenciát. hát itt most nem erről van szó, hanem kifejezetten azt vizsgáljuk, hogy civilizációk hogy jönnek Igen, de létre. azt akartam felhozni ezzel kapcsolatban, hogy valójában ez nem így van, és az evolúció erői nem működnek semmilyen irányba se konkrétan. Egy intelligens lény evolúciós szempontból nem jobb, mint egy nem intelligens lény. Ha nem intelligens lény hatékonyabban tud életben maradni egy adott környezetben, akkor nem fog intelligensé válni, akkor se, hogyha 5 milliárd éve van Hát rá. ezt a társadalomban is láthatjuk. Nekem még két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy nagyon megköt minket szerintem az a három dimenzió, illetve hát vehetjük négynek is, de ugye az időben már A nem három tudunk. A térdimenzióra három gondolsz? térdimenzió, igen, de időben már csak előrefele tudunk haladni. Hát És valójában kettő térdimenzióban élünk lényegében emberek. igen, de hogy lehet, hogy azért nem észleljük azt a valamit, ami itt úszkál most akár itt körülöttünk is, mert mit tudom én, 13 dimenzióban kéne gondolkodnunk. Ó, igen, de hát itt a Fermi paradoxon azért elsősorban a három térdimenzióban élő civilizációkat és élőlényeket vizsgálja, nem pedig az ilyen extradimenzionális, éteri, vagy akár már így a spiritualitásba hajló ilyen szellemszerű figurákat, hanem itt konkrétan arról van szó, hogy más földszerű bolygókon, ha
ha létrejöttek civilizációk, miért nem találkozunk velük semmilyen formába, semmilyen. Most volt egyébként nem régen ez az izgalmas csillagászati hír, ami azért bekerült még a mainstream médiába is valamilyen szinten, azzal a furcsán pislogó csillaggal, amiről mindenki azonnal azt flashelte, hogy egy Dyson gömb, egy félig kész Dyson gömb van a csillag körül. Ez megvan? Ez a hír? Én nem olvastam. Tavaly volt, hogyha jól emlékszem, hogy felfedeztek egy olyan fajta elhalványulást egy bizonyos csillagnál, amit nem tudtak gyakorlatilag szinte semmivel sem magyarázni, és komoly csillagászok is mondták, hogy voltak éppen a felmerülő magyarázatok között nagyjából egyenlő helyen áll a rangsorban az, hogy valóban ez valamilyen szuperkonstrukció, amit egy idegen civilizáció e köré, a csillag köré épített. Ha jól tudom, ez azóta sem oldódott meg ez a rejtély. Nem, viszont nem sikerült újabb észlelést sem végrehajtani. Hát ami egyébként még, hogy elhajózunk a világegyetemet felfedezni akaró elmélet, mindenképpen kicsit depresszív kilátásoktól, hogy valóban mindenhol mondjuk lila tevék vannak, meg kék tevék. Egy megoldása az is a Fermi paradoxonnak, hogy ahogy említetted, nem arról van szó, hogy a mi galaxisunkban van mondjuk három civilizáció, akik egymástól 10 000 fényévekre vannak, hanem van mondjuk 3 000. És egyszerűen valóban az történik, még csak nincs is semmilyen különösebb egyezmény, hogy a csillagjáró civilizációk annyira gyakoriak, hogy egy emberiség jellegű civilizáció egyszerűen senkit nem érdekel. Itt van fölöttünk, kering egy kis űrhajóban 5 darab gluxoni PhD hallgató, akik reménykednek, hogy megkapják a következő évtizedre is a csillagközi támogatást ahhoz, hogy folytathassák az ember megfigyelő projektet, amire ki van rendelve nekik, nem tudom, 200 álcadrón az egész világban, és a galaktikus közösségben ezt a tevékenységet másik, nem tudom, 10 millió ilyen igazi hiperkocka az, akit érdekel, hogy na vajon ma mi történt az emberiséggel, Putyin megegyezette Trumppal, a gazellák ma is lementek-e az itatóhoz. Hát igen, igen, én is erre akartam kitérni, amikor elkezdtem azzal, hogy kevés civilizáció, ennek az ellentét a nagyon sok civilizáció, és ténylegesen, hogyha van csillagközi közösség, akkor könnyen lehet, hogy valamiféle karantén, vagy egyszerűen csak a teljes érdektelenség van, mert ha az emberiséghez hasonló civilizációból csak itt a környéken van 25 darab, akkor nem jönnek ide ünnepelni minket, hogy jaj, de nagy királyok vagyunk. Nekem tetszene ez a verzió sok szempontból. Én mindig ellene voltam az antropocentrizmusnak ilyen tekintetben. Akkor te biztosan nagyon szeretnéd H.P. Lovecraftet, ez az lehet húzni a vonalat. Yes! Már a polipoknál azért egy fél befigyel. Igen, igen, már ott is éreztem, hogy épp csak Cthulhunak a neve nem jött elő. Nem, valójában én nagyon szeretem a polipokat, mert szerintem érdekes élőlények, mármint annyira beteg a koncepció, hogy van itt egy ilyen nagy csápos izé, és akkor az egy ilyen gyűszűnyi akármin át tudja tuszkolni az egész testét. Én is szeretem a polipokat, egész igen, finomak. A polipok jó pofák. És finomak is. De ugye Lovecraftnek volt az a koncepciója az ő kis világában, hogy igazából ide jött egy csomó idegen, és mit tudom én, van valami ásványkincs, ami érdekli őket, de az embereket magasról leszarják. Csak addig piszkáljuk őket a bottal, hogy így mellesleg így oda hússintanak, hogy hagyjál már békén, én most itt dolgozom. Kis pondró. Igen, a Lovecraftnél azért a tengeri lények, azok ugye a Plutón, a denevér szárnyú garnélák laktak, hogyha jól emlékszem, és voltak még a tengeri csillag kaliberű alienek is. Igen, igen, azok a csillagsarjak, azt hiszem, meg ugye a
Az Antarktiszon is laktak valami jószágok. Szerintem azok is a Starspawnok voltak. Lehet. Vagy, ja igen, meg voltak a Soggotok, amik meg ilyen massza lények, amiket meg valamelyik nagyöregnek voltak a szolgálói. Biztos a Subné Gurátnak, az erdők fekete Hát neki kecskéjének. volt 1000 ivadék, ő neki miért Ennyi. kéne? Ja igen, meg hát ugye a Deep One-ok, Ja. akik meg halemberek, szóval a tenger azért, a tenger elég sok alien-nel szolgált nekünk így. Kicsit ronda, de a miénk itt a Földön, saját kis alieneink. Visszakanyarodva a Fermi paradoxon további megoldásaira, nekem egy nagyon elegáns megoldás jutott eszembe, amit együtt találtunk ki, Gábor. Az Introduce, ami kicsit összefüggésben van azzal, amit mondtál a No Man's Sky kapcsán, hogy unalmas a világegyetem. És mondjuk nem úgy unalmas, mint a No Man's Sky, de mondjuk tényleg az elmondható, hogyha teszem azt, kvázi a mostanihoz számítva végtelen ideig élhetnénk, mondjuk nem tudom, 100 000 évig. És akkor ez alatt az idő alatt bejárhatnánk, nem tudom, több száz vagy több ezer másik bolygórendszert. Könnyen lehet, hogy a valóságban is az lenne, hogy 20 után már nem érdekes. Már jó, már láttunk mindent, amit nem láttam. Hát jó, oké, nem megyek el oda. Ez olyan, mint itt a Földgolyón is, hogyha azért elutaztál már 10-15 idegen országba, meg másik kontinensre, és megnéztél egy pár híres helyet, akkor már nem biztos, hogy olyan nagyon lelkesen akarsz menni még a 16., meg a 20., meg a 30. helyre is, mert nem különbözik annyira az élmény. És egy ilyen csillagjáró civilizáció esetében az, hogy virtuális világokat kreáljanak, és ezekbe a virtuális világokba beköltözzenek úgy hosszabb időre, aztán végül az egész civilizáció beköltözön. Ugye Greg Egan-nek a Diaspora című könyvében Az egy kegyetlen olvasmány. bizonyos szempontból igen, az egy durva könyv. Én az alatt fogalmaztam meg, hogy Greg Egan a megtestesült, társadalomba beépült idegen létforma. Hát elég keményen kezdődik a könyv azért az egy. Jó, nagyon jó könyv, mindenkinek ajánlom Greg Egan-től a Diaszpórát. De ott ez az introdusz, ahogy a társadalom bevonul egy virtuális világba. És az, hogy már a mostani abstrakcióinkkal el tudjuk képzelni, hogy egy virtuális világ sokkal érdekesebb lehet, mint a Hát valóság. különösen, hogyha a múltkori alkalomról ismét előjön ugye a mesterséges intelligencia témája, különösen, hogyha egy vagy több óriási mesterséges intelligencia kapacitására nézve óriási. Tehát a klasszikus jönnek az alienek, és jól felszívják az összes vizet a Földről, mert mindenhol máshol sivatag van az űrben, ez kevéssé tűnik valószínűnek. Legfeljebb mondjuk egy ideológiai alapon terjeszkedő civilizáció az, ami működőképes lehet. Hát ezzel kapcsolatban ami nagyon nagy kérdés, és a megoldás következő szintjéhez el tud vezetni, hogy mennyire lesz reálisan kivitelezhető lehetőség a fénysebesség feletti utazásra. Mert ha nem lesz, akkor még kozmikus léptékben is csak nagyon lassan lehet megismerni a galaxist. És hát az is könnyen lehet, hogy ezek egymással összepárosulva jelentkeznek. Nagyon nehéz, nagyon körülményes, akár még lehet fénysebesség feletti utazás, de mondjuk nagyon nehezen kivitelezhető, kockázatos, macerás. Ezzel szemben viszont a virtuális valóságok nagyon könnyen elérhetőek. Igen. Hát virtuális valóság sokkal hamarabb lesz a jelenlegi szemléletmódunk szerint, vagy a jelenlegi állása szerint a tudománynak, mint fénysebesség felett megvalósuló utazás és exobolygóknak arra való elutazás. Mondjuk ezzel kapcsolatban Lilla említett egy dolgot a exobolygókra utazással kapcsolatban. Ja, igen, hogy szintén az Ad Astrának van, most nem jut eszembe mi a címe egy könyve, ahol ugye azt vetették föl, hogy űrutazni nem az emberek fognak, hanem csak tudatok. Ami, ha belegondolunk, egy logikus
lépés, tekintve, hogy milyen iszonyatos erőforrás az, hogy és kemény küzdelem, minden egyes kiló, amit ki kell lőni ugye az űrbe egy űrhajóval. Hát amennyiben megvalósítható lesz az, hogy adatcsomaggá alakítsanak téged, mint személyiség, és ez elküldhető legyen, és ott valami proxy avatárba ez betölthető lesz, akkor nyilvánvalóan ez egy sokkal Hát járható de út. valahogy azt az avatárt is el kell juttatni a végpontba, vagy valamit, ami azt összerakja. Hát világos, de az nyilván sokkal egyszerűbb, mert utána, hogyha eljutatsz egy robotot egy idegen bolygóra, ami ott képes legyártani ezt az avatárt mondjuk nagy mennyiségben, akkor benépesítheted nagyon rövid idő alatt a bolygót. Akár úgy is, hogy hogy főleg, hogyha lehet digitalizálni a tudatot, hogy akár nekem el se kell mennem, egy másik pali jelenik meg egy avatárban egy másik bolygón, és minden egyes bolygón a galaxisban lesz egy másik pali. Hát, vagy még egyszerűbben az, hogy valójában még csak ott nem is ilyen klóntestek lesznek, hanem mondjuk a fénysebesség feletti utazás nem lehetséges, de mondjuk valamiféle információ közlés az igen, és akkor hosszú idő alatt elküldünk egy robotot, és a robotra rácsatlakozik a Föld teljes érdeklődő közönsége, és a robot szemén keresztül nézi, hogy mi történik, és ugye a gazdagok azok saját robotot szerezhetnek maguknak, a kevésbé gazdagok szavazhatnak, hogy az ő robotjuk most éppen megpróbál-e közösülni a lila tevével, vagy esetleg csak föllöki, vagy elszalad előle. Ezzel kapcsolatban a fénysebesség feletti kommunikációval kapcsolatban jutott eszembe a tegnap este megnézett film, a Space Between Us, a köztünk lévő űr, vagy valami hasonló című romantikus science fiction film. Jaj, az a tini gyerekes? Aha, amitől szeretném minden hallgatónkat óva inteni. Egyébként milyen megfontolásból nézted meg? Tehát volt egy olyan érzésed, űrös, hogy ez akár lehet marsos. Jó? Hát figyelj, a sztorinak az első 20 perce az tök jó. Egy nagyon lelkesítő intróval indul, ahol Gary Oldman, aki egy Elon Muskot játsza gyakorlatilag a filmben, aki összerak egy marsutazást, ember résztvevős marsutazást, és indulnak a marsra ezek a népek, hatan, és hát ott kezdődik a galiba, hogy a parancsnok, egy hölgy, eltitkolta, hogy ő terhes. És hát pont ugye 9 hónapig tart az út a Marsra átlagosan, vagy egyelőre úgy fest, hogy nagyjából ilyen nagyságrendű az út, és pont mire odaérnek, akkor szüli meg a gyereket. És ott van egy ilyen kis kolónia a Marson, amit nem tudom, már robotok fölépítettek, ez a klasszikus ilyen hólyagokból, egymással összekötött nagy félgömbökből álló kolónia, amit valamiért Kelet-Texasnak hívnak, aminek biztos volt valami kulturális referenciája, amit én nem értettem, mindegy. Szóval odaérnek a Marsra, Kelet-Texasba, megszüli a nő a gyereket, és belehal a szülésbe. A gyerek viszont nem. És hát ugye a Marson nő föl, addig még eljutottak, hogy elég nyurga lett a gyerek, tehát jó magas, ilyen 2 méteres gyereket választottak hozzá. De hát, hogy ugye a 0,36-os marsi gravitációban a gyereknek törékenyek lesznek a csontjai, meg minden, úgyhogy ő sosem utazhat el a Földre. És a NASA-nak meg akkora égő volt ez az egész terhesség, hogy ezt így eltitkolták a közvélemény elől. Úgyhogy... Ez mondjuk jó kérdés, hogy hogyan tekintve, hogy ugye a NASA folyamatosan készít felvételeket a Marsról. Ugye a Marsiban pont ez volt a konfliktus, hogy na jó srácok, van 2 óránk, mielőtt ugye a szerverre posztolódik a fotó, akkor világos, milyen szart csináljunk. Itt azért egy kicsit egyszerűbb, mert egyrészt sokáig egy kicsi gyerekről volt szó, míg a Marsi esetében a főszereplőnk az ott hupákolt orba szájba, jobbra-balra ment, és azt esetleg, nem tudom, talán távcsővel is láthatta volna bárki, vagy valami. Ebben nem vagyok biztos. Mindegy, valahogy eltitkolták, mert ez ciki lett volna, meg
gáz lett volna, hogy ott van a gyerek, és akkor megvonják tőlük a támogatást, de visszahozni nem tudták volna a gyereket. Mindegy, valahogy ott maradt. Eddig a részig egész jó volt, és utána ugrottunk 16 évet az időben, már nagyobb volt a kolónia, többen dolgoztak ott, és a kölyök ott növekszik egyedül, de hát tinédzser lett, és megkívánta az amerikai középiskolás tinédzser létet így a Mars kolóniáról. Alig várta, hogy agyon lőjék a mosdóban, ugye? És, hogy belenyomják a fejét egy WC-be esetleg, a kis 2 méteres buksiját. Nem tudott kit kiválasztani a szalagavatós bárra. Jaj, igen, a bál minden amerikai high school film kötelező eleme. Na és az történt, hogy ő persze feltörte ott a informatikai rendszert, ez a tehetséges fiú, és valahogyan fölcsípett magának egy ilyen középnyugati valami prosztó iskolába járó leányzót, akivel ő videócsetelt. A csaj meg az iskolából videócsetelt vele, és én néztem, hogy bazd meg, real time-ba videócsetelnek. Erre semmilyen utalás nem történt a filmben, de valahogyan megvalósult a Mars-Föld real time kommunikáció. Hát ez a kisrác annyira tehetséges volt, hogy egyedül önmaga összerakta. Hogy annyira szerette volna, hogy a vágyai... Én arra gondoltam, hogy a szerelem szárnyán nem számít a fénysebesség korlátja. Ugyan a Marstól a Földig ilyen 8 és 20 perc közötti latencia van, attól függően, hogy hogy állnak a bolygók, illetve szerintem van olyan állás is, amikor a nap miatt egyáltalán nem lehet kommunikálni. Hát vagy a Marson olyan vihar van, hogy... Hát azt beszoptad. Mindegy, ez a kis csávó, ez kommunikált ezzel a csajjal, és hát természetesen szíve hölgyéhez el kellett jutnia a földre, és valamiért még ez is nagyon gyorsan megvalósult, valószínűleg a filmnek a büdzséje az elég mérsékelt volt, ami a marsi kolóniát illeti. És... Istenem, ez a csaj mekkora troll lehetett volna, én rávettem volna, hogy bizony a high schoolban a legnépszerűbb dolog, ha dick pic-eket küldözgetsz lányoknak, és akkor szegény srác ebben a tudatban próbálkozik be a világ összes lányánál. Hát vagy inkább azt mondod neki, hogy mondjuk úgy tudod, hogy hol van a mi high schoolunk, ami a legkirályabb? Az Antarktiszon van az a kis földnyúlvány. A csaj nem tudta, hogy a csávó a Marsról van, mindenféle hazugságokkal letette a csrát, de végül ugye úgy döntöttek a NASA-nál is, hogy elhozzák a Földre, és akkor milyen faszom nanocsövekkel megerősítették a csontjait, meg ilyenek, és elhozták a Földre, de ez egy kurva gyorsan lezajlott ez a dolog, és onnantól kezdve a kukoricatáblák között régi kopott motorokon menekülünk, a kormányügynökségek elől romantikává változott ez az egész film. És hát persze végül szépen és pozitívan zárult, összejöttek a lányjal, és fúj, de egy okádék volt. De várjál, hogyha a kormány elől menekültünk meg mi egymás, akkor a nanocsövekkel... Ki erősítette meg a kis Azt csaj? Azt még azelőtt erősítették meg, tehát a Marson műtötték többször, hogy erősebbek legyenek a csontjai, ne törjenek össze. És nem lett legalább valami szuper ereje ettől? Hogy még sokkal, még jóval túl erősítették, és utána fözögte a traktort is, vagy valamit legalább? Hát nem, azt hiszem nem, de meg kell mondjam őszintén, hogy amikor láttam, hogy a film fél óra után már a valódi texasi ilyen kukoricatáblák között fog folytatódni valahol a középnyugaton, ahol a legolcsóbb forgatni, és beletekertem, és még mindig ott voltak, és még mindig ott a high schoolba menekültek ezzel a különc tinédzser lányjal, akit egy 30 éves nő játszik egyébként, csak hogy nagyon hiteles legyen. Hát én úgy gondoltam, hogy gyorsan áttekerem inkább, és belenéztem egy-két ponton, de őszintén szólva minden egyes momentumot azért nem ragadtam ki magamnak ebből a csodafilmből. Na mindegy, szerintem többet nem is érdemes róla beszélni, nem kell megnézni feltétlenül.
Akkor talán ezzel a pozitív üzenettel zárhatjuk a mai adásunkat. Meséljétek el nekünk azt, hogy ti milyen megoldását látjátok a Fermi paradoxonnak, és hogy ez hogyan kapcsolódik egy amerikai középiskola életéhez. Írjátok meg kommentben feltétlenül. Ma úgysem kértünk semmit tőletek, hogy írjátok meg. Különben is eddig még egyetlen kommentünk sem volt, úgyhogy igen. Aki először kommentel a videónkra, annak nagyon nagy választéka lesz abban, hogy miről. Igen. Az hihetetlen tapasztalatot nyerhet. Pontosan. Jól van, ennyi volt akkor már a Hiperkocka harmadik adása. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!